Okay. A heti fit mai adásában is sütésmentes, hétköznapi finomságokkal jelentkezünk. Azt hiszem, hogy egy népszerű édesség, egészséges verzióját hoztad el ma hozzánk. Így van. Szerintem mindenki ismeri és tudja, hogy miről van szó, ha azt mondjuk, hogy kókusztekercs, vagy kókuszgolyó, vagy valami ilyesmi. Én nagyon szeretem egyébként az ilyen kókuszos süteményeket. Igazából ez is egy zabta helyliszt alapú édesség lesz, fehérjével, tejsavófehérjével, kókuszreszelékkel, édesítővel, és a többi alapanyag az körülbelül ugyanaz, mint a rendes kókusztekercshez. 150 g zabta helyliszthez hozzákeverünk 120 g fehérjét. A fehérje az lehet kakaós, kókuszos, vaníliás ízű, vagy ami esetleg megy ízvilágban ehhez a süteményhez. Mert is. Jól összekeverjük az egészet. Megy hozzá 100 g kókuszreszelék, de nem rakjuk bele az egészet, mi most kókuszos fehérjével fogjuk csinálni, és egy picit hagynunk kell a külső részére is, tehát hogy ott fogjuk a tésztát megnyújtani. Lisztet fog helyettesíteni a kókuszreszelék, úgyhogy nem kell az egészet belerakni a tésztába. Összekeverjük az alapanyagok egy részét a kakaópor kivételével, és a rumarumát még nem rakjuk bele. És amikor jól összekevertük a száraz alapanyagot, teszünk hozzá körülbelül egy deci vizet, vagy növényi tejet, vagy valami ilyesmit, és a tésztáját ilyen kicsit sűrűbb állagúra keverjük, tehát az a lényeg, hogy úgy se fújjon. Összeállósabb tésztát kell kapnunk. Így ez most jó lesz. Annyit csinálunk, hogy ebbe a kis tálkába körülbelül a negyedét, nem kell sok, a negyedét kiszedjük. A szupi. Na, még egy picike mehet, szerintem. Körülbelül így. És a maradék tésztába rakunk, közben segítek egy picikét, egy ilyen két evőkanál kakaóport. És akkor ebbe fog menni, ami összefogja ugyancsak a kis tésztánkat, olvasztott kókuszsír, ugye a változatosság kedvéért, és egy olyan 3-4 evőkanálnyi. De még a fehér tésztába is rakhatunk. És ugye az is egy kicsit így szálljon. De ennek is annyira fantasztikus illata, illata van. Igaz? Hú, nagyon jó, hogy az ember nyálképződés elindul. Ebbe is rakunk egy picit, hogy ez is egy kicsit összeálljon, és akkor könnyebb lesz úgymond gyurmázni. Hagyjuk összeérni, összeállni a tésztát. Ez is megvan körülbelül 5-10 perc alatt, amíg összekeverjük. Egyébként, tehát igen, nem tehát egy az hosszú... ilyen pár perces nosikat szereti szerintem mindenki. Így van. Már aki készíti, meg ha valaki, az biztos. Igen, tehát hogyha valaki megkívánja az édességet, és általában ugye, hogyha valaki diétásabban eszik, vagy odafigyel, akkor van otthon zabtahelyliszt. Úgyhogy én speciál nagyon szeretem a zabtahelyet. Úgyhogy abból nagyon sok mindent el lehet készíteni. És akkor csak annyi a dolgunk, hogy betesszük a hűtőbe, megvárjuk még összeáll egy picit, körülbelül 10-15 perc az is szerintem, és akkor utána megnyújtjuk a tésztát, a két réteget egymásra rakjuk, összetekerjük, és kész. Lerakunk először is egy sütőpapírt, akár az asztalra, vagy ahol dolgozunk, konyhapulton. Egy picit megszórjuk kókuszreszelékkel, mert ez az úgynevezett lisztet fogja helyettesíteni, ezen fogjuk megnyújtani a kis tésztánkat. Egyel legyengetve, hogy mindenhova jusson, ugyanis kívül. Aztán fogjuk közbe a kakaós tésztát, kanállal, kanál segítségével, kicsit összeszedjük,
Hát ez egy ilyen elég masszív masszának. Igen, igen. Ilyennek is kell lennie, mert úgy fog jól összeállni maga a tészta. Aztán ezt a kis masszát rárakjuk majd a sütőpapírra. Aztán igazából lehet választani, hogy nyújtódeszkával csináljuk, vagy kézzel ellapítjuk, egy picit benedvesítjük a kezünket, ugye, és akkor szépen elnyomkodjuk a tésztát ilyen kis kocka, vagy téglalap alakúra. Aztán fogjuk a kis fehér masszánkat, ezt odadom, és akkor kézzel elegyengetve rárakjuk a kakaós masszára. Ugye, ha benedvesítjük a kezünket, nem kell nagyon, akkor könnyebben tudunk dolgozni a tésztával. Az a lényeg, hogy a tésztának tényleg jól meg kell kötnie, hogy könnyebb legyen ugye vele dolgozni, ne legyen az a kis puha mállós. A fókuszreszeléket használok, ugye, mert ez segít. Azaz, nagyon szép. És kész is van. Ugye fogjuk ezt a kis papírkát, vagy egy másikra rárakhatjuk akár, és akkor összetekerjük. És akkor berakhatjuk a hűtőbe. Kész is van, és utána már csak az a dolgunk, hogy szeleteljük szépen. Hang your stockings and say your prayers while Santa Claus comes to ride.